Szerettem volna mindig a Marcinak elfújni, csak sose sikerült. Sőt, születésnapján nem értem rá. Micsoda pech, augusztus 31-én. Én július 10-én születtem, ugyanakkor, ugyanabban az évben. Tehát én most azt szeretném nektek így elfújni, amilyen érzéssel én fogadtam a Marci halálhírét, és ez azt hiszem, aki pont olyan idős, és pont abban az évben született, ez azzal előfordul. Nem tudtam, hogy a Fekete Mari itt lesz, ezért Kemény Gabi alapjára játszom most. Indítsd el, Miklós, és elmondom a verset is. Adi Endre, Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhan, neztelen kánikulában, halk lombok alatt, és találkozott vele. Ballaktam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm-züm, röpködtek végig az úton tréfás falevelek, egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. Thank you.
hiszem, hogy inkább a Marcinak a hiánya volt az, ami zavaró volt. Tehát, hogyha mondjuk nem jött be egy előadásra, vagy nem nézett be, vagy nem láttuk mondjuk egy-két napig, mert lehet, hogy dolga volt, vagy valami, akkor az embernek hiányérzete támadt, és az a hiány volt az, amitől azt érezte az ember, hogy nehogy már valami homokszemcse kerüljön a gépezetbe. Tehát, hogy az soha nem volt feszélyező, hogyha nem ő rendezett egy darabot, és akkor ott ült, hanem... Vagy bejött előadást nézni. Tehát nem az volt, amikor sokszor azt érzi a színész, hogy sokáig nem jön egy rendező megnézni a darabját, és akkor egyszer csak bejön, és akkor mindenki azt mondja, hogy jó, itt van, láttatok, kint van, és akkor most mindenki... Nem, szóval ez annyira magától értetődő volt, és természetes volt, hogy ő itt van, mint a levegő, amit beszívunk. Még itt volt a Marci, és akkor még úgy volt, hogy ő tudja csinálni, tehát még ez nem merült fel egyáltalán, és most beugrott, hogy egyébként minden olvasópróbán azzal kezdte az olvasópróbát, amikor köszöntött minket, hogy kétfajta színész van. Az egyik, aki már játszott a Karinthy Színházba, a másik, aki soha nem is fog. És én nagyon szerettem a Marci humorát, nagyszerű humora volt, és én nagyon boldog voltam ezen a nyári napon, hogy én az első csoportba tartozom, és már több egyszer lehetek itt. Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan elmondom a dal előtt, hogy ezt a dalt én egyszer egy színházak éjszakáján énekeltem, és Karinthy Márton igazgató odajött hozzám, és mondta, hogy mi ez a dal, ez olyan szép, hogy egy másnap leírtam neki, és odaadtam. Úgyhogy most a szeretettel átnyújtom önöknek is. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél.